November 4-én, a Nemzeti Gyásznapon Áder János köztársasági elnök emlékezett vissza az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire a Hargita téri bazalt kockánál. Az 56-os emlékmű csak nem 2500 névből áll. Olyan magyar emberek neveit tartalmazza, akik hősi halált haltak a harcokban, vagy a forradalom leverése utáni megtorlásban vesztették életüket. A köztársasági elnök beszédében kitért arra, hogy 1956. október 23-a után a világ visszavonhatatlanul másmilyen lett. A forradalmunk alapjaiban rengette meg a rendíthetetlennek hit szovjet birodalmat. A hősök, akik a 301-es parcellában nyugszanak, a magyar szabadság példaképeivé lettek. Sokáig jeltelen sírjaik örök jelet hagytak az időben. Örök jelet emberi tisztességről, hazafiságról, szabadság szeretetről, halált megvető bátorságról. És örök jelet a Kádár rendszer 56 után elkövetett elévülhetetlen bűneiről, aljas brutalitásáról és gyáva embertelenségéről. A forradalom 60. évfordulóján hőseinkre emlékezve ki kell mondanunk az igazságot. Azok, akik Szabó Jánost, Dudás Józsefet, Iván Kovács Lászlót, Tóth Ilonkát, Mansfeld Pétert, Angyal Istvánt, Nagy Imrét, Maréterpált, Gimes Miklóst, s velük együtt honfitársaink százait küldték a vesztőhelyre, egytől egyig elárulták Magyarországot és a magyar szabadságot. Ugi Attila szerint 1956. november 4-e a Vörös Démon visszatérésének napja. Ami ezután történt Magyarországon, arra nincs mentség. Emlékeztetett Pesszent Lőrinc Pesszent Imre polgármestere. Mindannyian tudjuk, 1956 után a csend hosszú volt, a hallgatás pedig mély. A kommunizmus hazugságain több generáció nőtt fel, míg végül milliónyi magyarnak már fogalma sem volt, mi történt 1956-ban. Állambiztonsági pribékek, átmosott agyú hivatalnokok, piti bűnözők, szemérmetlen besúgók vigyáztak a csendre és a hallgatásra, hogy a szavakat nyeljük el, a gondolatokat ne mondjuk ki, az emlékezés fontosságára pedig ne emlékezzünk. De mindannyian tudjuk azt is, az emlékezet akkor fog helyreállni, ha mindig érthetően, a kellő hangerővel, pontosan fogalmazott mondatokkal folyamatosan igazat szólunk 1956-ról. A megemlékezés koszorúzással ért véget. 1956 áldozatai előtt fejet hajtott Áder János köztársasági elnök. Majd a 18. kerület önkormányzat nevében Ugi Attila polgármester, Molnár Ildikó jegyző és Léva István Zoltán alpolgármester.